Egy szentírási idézetet választottam kezdő címnek a 90. Zsoltárból. Életkorunk mindössze 70 év, jó erőben lehetten 80 is. Mózes név alatt maradt fönn ez a Zsoltár részlet, aki a szentírás szerint ennél jóval a többet élt. Ugyanakkor ez egy nagyon vigasztaló és bátorító üzenet is lehet mindnyájunk számára, akik egy ilyen realitást látunk magunk előtt. Azért is választottam ezt az idézetet, mert az altéma, az előre adott életkor kánonjogi vonatkozásai kimondottan 70 és 80 közötti időszakra fognak rámutatni. Azért, hogyha az egyházi törvénykönyvet végignézzük, akkor azt látjuk, hogy túl sok utalás az életkorra konkrétan nem történik, legalábbis előre halott életkorra. Az életkor nyilván a természetes személynek egy jogi tulajdonsága, bizonyos jogok keletkeznek, valamit megtehet már, valamire alkalmas lesz, tanúskodhat és így tovább, vagy éppen bérmálkozó lehet. Ugyanakkor két nagy területet az időskorral kapcsolatban észrevehetünk a törvénykönyvben. Az egyik terület a szentségi jognak a területe, ahol 60 év fölött mondjuk a bőjt alól fölmentik az idős embert. Aztán a szentáldozáshoz kapcsolódóan a szentségi bőjt, ami egy órás, e tekintetben van engedményadás, vagy hogyha papi oldalt nézzük, akkor a beteg vagy idős papnak ülve is szabad misézni az ordinárius engedélyével, illetve arról is rendelkezik a törvényhozó, hogy egy vak vagy más súlyos betegségben lévő pap hogyan mutassa be a szent misét. Ezekkel a témákkal jelenleg ebben az előadásban nem fogunk foglalkozni, sokkal inkább a konkrét életkori meghatározásokat vizsgáljuk meg, és itt azt is látjuk, hogy rögtön a 75-ös életkor 75 év előtt tűnik. Azt gondolom, egy kicsit nem veszélytelen erről beszélni, de azért is tehetem, mert megyésfőpásztor nincsen jelen, őt fenyegetik ezek az előírások, másrészt, hogy én egyáltalán nem vagyok érintve benne, úgyhogy teljesen szabadon tudok beszélni. A megyéspüspöknek be kell nyújtani a lemondását 75 éves életkorban, ugyanez vonatkozik a koadjutor vagy segédpüspökre is. Törvényhozó rendelkezik arról is, mi van, hogyha valaki nem éri el a 75 évet, de már előtte alkalmatlanná válik valamilyen okból kifolyólag a szolgálatra, betegség vagy valami más súlyos ok miatt, akkor erről is rendelkezik, hogy nyomatékosan fölkéri, hogy adja be a lemondását. És hát nyilván a Vatikánban az apostoli szentszék különböző hivatalaiban szolgálókra is vonatkozik ez a 75 éves határ, nekik is lemondásokat be kell nyújtaniuk, illetve vannak bizonyos automatikus hivatalvesztések is. És hát, hogy kilépjünk a püspöki körből, hasonló előírást látunk a plébánosokkal kapcsolatban is, és megjegyzem már most, hogy a törvény szövegezésekor, illetve a II. Vatikáni zsinaton, amikor ezek a témák előkerültek, nagyon sokszor kölcsönösen utaltak egyikről a másikra, és kicsit úgy tűnik, mintha a plébánosoknak a lemondása egyfajta árnyéka volna csak a püspökök lemondásának, de kettő nagyon szorosan összefügg. Nagyon sok dokumentum szabályozza ezt az egyszerű kérdéskört is, nyilván valamiféleképpen a zsinati tanításból kell kiindulnunk, jelesül a püspökök szolgálatáról szóló Christus Dominus kezdetű dekrétumból, és ezt követően sok másik szabályozás jelent meg, végrehajtási utasítás, illetve részletes szabályoknak a kidolgozása, a legfontosabbakat soroltam csak föl. Nyilván minél közelebb vagyunk a zsinati ülésszakokhoz, annál több a szabályzás, hirtelen nagy mennyiségű szabályt bocsátottak ki, és minél közelebb vagyunk az új egyházi törvénykönyv megjelenéséhez, ami 1983. január 25-én lett kihirdetve, annál kevesebb a szabályzás, és maga a törvénykönyv veszi át a szabályzásnak a szerepét, de ezután is találunk még pápai szentszéki dokumentumokat. Egészen Ferenc pápa idejéből is találhatunk ilyet. Az antik tradíció szerint a püspökök nagyon szorosan kapcsolódtak ahhoz az egyházhoz,
amihez rendeltettek. Látunk arra utalásokat, hogy nem közlekedhettek szabadon. Az első századokban is ezzel kapcsolatban vannak tiltások, akár a nicei zsinaton, akár a szardikai zsinaton, hogy egyik püspöki székről a másikra elmenjenek, és ez a szoros kapcsolat azt is jelentette, hogy igazából nem is volt könnyű megválni egy püspöki széktől, bűncselekmény, vagy a skizmának a veszélye, vagy a nép gyűlölete, vagy a püspök személynek elutasított voltja, vagy mondjuk egy magasabb cél, hogyha valamiféle szerzetes rendbe kívánt lépni, alakul ki az a néhány lehetőség, amikor egy püspök lemondhatott, egyéb iránt ő hűséges volt magához, az egyházmegyéjéhez. És hogy a professzor úr bevezető gondolataiban hallottuk, nyilván nem az antik kornak a kérdése a 75 éves életkorban, hogy lemondjanak-e a püspökük, vagy nem mondjanak le, tehát azóta sokat változott a világ, és így idősödtek a püspökök is. Nyilván azt is láttuk, hogy mennyire a 20. században a várható életkor elszállt, szinte megduplázódott, még hogyha nem is mindenütt. Azonban a zsinatra készülve, amikor körbeküldték a kérdőíveket, hogy miről tárgyaljon a zsinat, nagyon világosan megfogalmazódott az, hogy szükség volna valami megoldásra, hiszen ugyan volt lemondás lehetősége, és akár még szerzők értekeznek arról is, hogy életkor miatt vagy betegség miatt le lehet mondani, azonban nem éltek ezzel, hiszen egy olyan erős kötődést éreztek a rájuk bízottakhoz, mint pásztorként vezetniük kell a rájuk bízottakat, hogy nem éltek ezzel. Nagyon bevett gyakorlat volt valamiféle segítő püspökké szentelt személynek a kinevezése, utódlási joggal koadjutornak hívjuk, vagy pedig segédpüspöknek. Nyilván ez azt is jelentette, hogy aki mellé oda tettek egy ilyen püspököt, mindenki világosan érzékelhette az adott személy is, hogy valahol az idős korban már egészen elől áll, és valamilyen képessége nem teszi alkalmassá szolgálta. Nyilván ez is lehetett egy teher. Az előkészítő időszakban 70 és a 75 év kristályosodik ki, hogy jó volna megengedni a püspököknek, hogy 75 éves korban hagyják el ezt a szolgálatot. Tehát egyfajta segítségként kínálják föl. Bár megjegyzem, hogy olyan elképzelés is volt, hogy 20 évente kellene cserélgetni a püspököket, másik hozzászóló 10 évente javasolta ezt azért elutasítottak, és ez nem lett gyakorlat. A lemondás mellett szóló érveket, hogyha összegyűjtjük egy csokorba, sok-sok hozzászóló, szinte 300 szinódusi atya szólt ehhez a kérdéshez is hozzá, ami a kb. 15% a zsinaton résztvevő püspököknek. Az elsődleges helyen mindig a lelkeknek az üdvösség, az egyháznak a nagyobb java szerepel. Aztán az is, hogy a püspök valamiféleképpen tanúságtevő módon éli az életét, és ez is egy tanúságtevő magatartás, hogy amikor az egyházért valamit meg kell tenni, akkor azt vállalja. Nyilván elhangzik az is, hogy azért a püspök van az egyház szolgálatára, és nem az egyház van a püspök szolgálatára. Ugyanez az év, ugyanígy, ugyanezekkel a szavakkal a plébános esetében is később előfordul. Az is egy érv, hogy el kell kerülni a kétfejűséget, hogy két vezető legyen egy egyházmegyén belül. Ez is egy nagyon régi hagyománya az egyháznak, hogy egy egyházmegyében egy püspök legyen, és amint megjelenik a koadjutor vagy a segédpüspök, már is irányítani kell, hogy hogyan legyen, milyen szolgálatot lát el, és mi az, amit nem lát el. Mindig kommunikációra van szükség, illetve hát konfliktust generálhat. Nagyon érdekes az a momentum, és ezt szeretném aláhúzni, hogy az idősödő püspöknek a tanúságtételét fontosnak tartják az imádságban és a hitben, tehát értékeket is észrevesznek, nem csak a kor múlását. És hát egy nagyon hatásos érv az, hogy a plébánosoktól szeretnénk megvonni az elmozdíthatatlanságot, hogy őket is el tudjuk helyezni időskorukra, megfelelő körülményeket biztosítva, mert már nem alkalmasak a szolgálatra, hogyan fogjuk ezt megtenni, hogyha mi magunk nem mutatunk példát. Szulenc bíborosnak egy mondását idéztem, ami
Nyilván a püspökségnek az átértékelődését is mutatja, hogy a korábbi pásztor atya, a püspök pásztor és atya megjelenik egyfajta ilyen lelkesítő animátor szerep is, amihez rendkívüli energia szükséges, és egy másik kevésbé emelkedett idézett Capasso püspöktől, aki ekkor 77 éves volt, később egy afrikai, már nem létező egyházmegyének lett a püspöke, amikor elérte az életkort, 80 évesen, amikor a rendelkezéseket bevezették. Ő maga szinte fájdalmasan mondja, hogy hát ez nagyon nagy teher a püspök számára 80 vagy 90 évig szolgálatban lenni, és hát kár lehet ez ragaszkodni ez a szabályhoz, kár lehet az egyházmegye részére. Nyilván vannak ellentétes érvek is, és ez pedig a nagyon erős hagyomány a halálig szolgáló püspökről. Talán plébánosból is ismerünk ilyet, hogy állva halunk meg, mint a fák. Ez az odaadott lelkületnek a tanúbizonysága. Másik ilyen nagyon fontos, hogy kialakult egyfajta lelki kötelék, erre már utaltam, szinte házasságként kezelik a püspök és az egyházmegye közötti kapcsolatot, és a házasság felbonthatatlan, akkor ez sem lehető, hogy a püspök kapcsolata felbontásra kerüljön. Aztán hangsúlyozzák a lelki atyaságnak a gondolatát, de nem csak úgy, hogy szükség van az atyára idős korában is, hanem úgy is, hogy a fiaknak tisztelettel kell viselkedni az atyával szemben, a negyedik parancsolatra hivatkozva. Nyilván a modern világban élve voltak, akik hoztak példát, hogy más helyeken is előfordul az, hogy bizonyos életkor elérésével nyugállományba mennek, és ezt egy veszélyként élték meg, hogy a püspök hivatal deszakralizálódik, egyfajta hivatalnokként fognak rájuk tekinteni. Szóval nyilván ez a 75 éves kornak a meghatározása, ez nagyon önkényesnek is tűnhet, mert van, aki 75 évesen még fiatal, és van, aki már 60 évesen is idősnek számít. Másrészt próbálták a zsinat hatásköréből kivenni, hogy majd a törvénykönyv szabályozza ezt. És nyilván nagyon parázsvita alakul ki magán a második ülésszakon. Nem lehet túlerőltetni a házasságnak a gondolatát, mert gyakorlat az egyházban, hogy áthelyezik a püspököket, az mindig válásnak felelne meg, és Szunenz bíboros volt az, aki, hát ha én körülnézek, akkor több elvált püspököt látok itt, van, aki kétszer-háromszor is már hűtlen lett az egyházmegyéjéhez. Azért ez mutatja, hogy megjegyzik, hogy azért sokszor ironikus megjegyzés is volt, de nagyon derült légkör is volt, mert érezték maguk, hogy magukról van szó. Nem csak idősek szóltak hozzá támogatólag, vagy ellenzőleg, és fordítva is igaz. Nyájért életét adja a pásztor, hát a hivatalról való mondás sokkal te kevesebb ez. És nem csak horgászni fog az a püspök, nem csak keftelése lesz, aki emeritusszá vált, hanem imádságával, áldozatával támogatja a rábízottakat. És nyilván példaként felhoztak nagy nevű elődöket, hogy nem lehet tudni lemondásról, ugyanakkor lehet tudni nagyon jó állapotú idősekről, akár 23. János pápának a választásakor azt mondja Ruffini bíboros, hogy közel 80 éves volt, hát csak 77 volt, ugyanakkor 13. Leó pápa meg 93 évesen halt meg, és ezekkel a példákkal próbáltak szintén alátámasztani az igazukat, illetve egy anekdótával is, hogy 23. János pápa mesélte el, hogy egy püspök nyugállományba helyezésekor az hangzott el 13. Leó szájából, illetve 13. Leónak mondta ez a nyugdíjba helyezendő, hogy szentséges, hogyha mindketten idősek vagyunk, tehát miért is kellene most legalább nekem elmenni. Végső szövegben eltűnik a 75 évre való utalás, tehát csak az, hogy a előre haladott életkor, de hogy mennyi az a 75, kikopik a sémákból, egy darabig megmarad, de utána kikopik. Kérdéssé válik, hogy hogyan fog megélni a püspök, hiszen korábban a beneficiumok rendszere működött, biztosította megélhetést, ki fogja ezután ezt megtenni, mi lesz a viselt címe az illető püspöknek, hogy fogják őt szólítani. Végrehajtási utasítás, ami 6. Pál pápa keze munkája, ő adja ki, egyébként ő mellette volt, ez látszik is abból, hogy visszahozza 75 évet, elrendeli,
nyomatékos kérés szerepel a szövegben, nyomatékosan kérjük, hogy adja be a lemondását, de néhány dologról nem rendelkezik. És tulajdonképpen ennek a végrehajtási utasításnak a szövegét veszi át a törvénykönyv, amikor ugyan szétválasztja, egyrészt az életkorról is beszél, másrészt figyelembe veszi a betegséget, vagy más súlyos okot, ezért a kánonban két paragrafusban találjuk ezt meg. Próbálta kötelességgé tenni, hogy kötelesek lemondani, továbbra is udvarias kérés van, ami ugyanakkor morális kötelesség a megyéspüspökkel szemben. Ez a spontán lemondás azért nem szerepel, hogy saját elhatározásból mondjon le, illetve nem szerepel az, hogy kéri a fölöttes hatóság. Rendelkeznek arról, hogy megőrzi a székét, emeritus, vagy nyugalmazott mondjuk pécsi püspök. És azt gondolom, hogy itt végéhez érve azért néhány számot is hoztam, hogy jelenleg hogy állnak a püspökök. 5216 püspök volt az elmúlt év végén, és ebből 1410 volt az emeritált püspök. Látszik ez, hogy ez egy hatalmas arány, és közel a fele az, aki megyés püspökként szolgál. A konkrét lemondások után elkezdenek jobban foglalkozni azzal, hogy mi legyen azzal a lemondott püspökkel. Olyan dokumentumok jelennek meg, hogy továbbra is a püspöki kollégium tagja, konzultatív testületekben lehetőség szerint legyen benne, tapasztalata, felszabaduló ideje miatt kérjük ki a tanácsát, püspöki szinódusnak legyen küldötte, javasolják a püspöki konferencián is, hogy tanácskozási joggal vegyen részt, legyen kapcsolatban az egyházmegyével, kapja még a körlevelet, aztán érdekes módon, hogy az értékességét élje meg ez a püspök, törődjön vele az apostoli szentszék, és oldják a magányosságát, amit pontosan az értéktelenség vagy a félreállítottság érzése kelthet bennük. És a püspökök szolgáltáról szóló direktórium, ami 2004-ben februárban jelent meg, egy egységről beszél az emeritált püspök és az utódja között, ami a szolgálatban is meg kell mutatkozzon, vegyen részt a liturgikus funkciókban, hogyha egészsége még engedi, beszél az imádságról, hogy mennyire szükséges, hogy imádkozzon az egyházmegyéért, a rábízottakért, akiknek már ő nem pásztora, és az áldozatra, amit ezek a püspökök hoznak. Alapvetően az egyház java volt a fő cél, amikor ezt a szabályozást meghozták. Törekvés mutatkozik az idős püspökről való gondoskodásra, ami most az egyházmegyének a feladata szabályozás szerint, de nem csak anyagi értelemben, hanem lelki értelemben is. Az utolsó évek értékessége kiemelkedik. Egyfajta kiszámíthatóság, tervezhetőség a püspök számára is, másrészt az egyházmegye számára is, harmadrészt nyilván az apostoli szentszék számára is. Ennek nem mindig látjuk jelét a püspöki kinevezésekkor, mert azért a 75-öt ki lehet számolni elég szépen, mégsem találják meg mindig az alkalmas utódot. Minden körülményt mérlegelve fogadják el a lemondást, nem látjuk ezt minden távolról, hogy hogyan történik ez a körülmény mérlegelés. Sokkal inkább azt látjuk, hogy a beadott lemondást elfogadják, és egy darabig még hivatalában marad. Inkább automatizmusnak tűnik ez, mint annak mérlegelése volna, hogy alkalmas vagy nem alkalmas. És hát a kérdés, ami fölmerül, és a zsinaton is fölmerült mindkét oldalról, hogy Róma püspökével mi a helyzet. Nyilván egyik oldal azt mondta, hogy Róma püspökét nem érinti, mondták ezt az újítók, a másikak megaggódtak, hogy ez kihatással lesz Róma püspökére is. Jelenleg most már azt gondolom, hogy itt a kérdőjelre tudunk valamilyen választ adni, hiszen azóta 16. Benedek pápa lemondását benyújtotta, ugyan teljesen precíz szabályzás nincsen kidolgozva, mégis azt gondolom, hogy egyfajta lehetőség megnyílt minden Róma püspök számára. Köszönöm szépen a figyelmet!